Musical színészként kezdte pályafutását a most 25 éves Tom Holland, aki egyszer szeretné rendezőként is kipróbálni magát, ez pedig lenne az ő portréja. A nagy szerepek nagy felelősséggel járnak. Ilyen nagy szerep a ma 25 éves Tom Holland által alakított Peter Parker, azaz Spókember, ő ugyanis az a Marvel szuperhős, akit jóval a mozis univerzum építés előtt is világszerte ismertek. A 2000-es években már készült egy Spókember trilógia Tobey Maguire főszereplésével, a következő évtizedben pedig Andrew Garfield-dal rebootolta a karaktert a Sony Studio, aztán 2015-ben érkezett a nagy hír, hogy Peter Parker feltűnik majd a Marvel moziverzumban is, de egy a nagy közönség számára addig viszonylag ismeretlen 19 éves angol fiú alakításában. A pályáját színpadi musical színészként kezdő Holland az Amerika kapitány polgárháborúban való felbukkanása után fokozatosan vált a moziverzum egyik legnépszerűbb szereplőjévé, és a nagyvásznon kívül is elvarázsolja a közönséget interjúival, emellett pedig az évek során Hollywood legmenőbb színészeivel is együtt dolgozhatott. De hogyan jutott el a balettpróbáktól a blockbusterekig, amíg mindig csupán 25 éves színész? Thomas Stanley Holland 1996. június 1-én született Londonban egy stand-up komikus apa és egy fényképész anya első fiaként. Családi háttere már gyerekkorától kezdve lehetőséget nyújtott számára, hogy bepillantást nyerjen a szórakoztatóipar kulisszái mögé. A szüleim nagyon kreatívak, jó érzés, hogy édesapám vagy 30 éve a szakmában van, és ismeri annak az összes csínyát, bínyát és szabályát, mesélte Holland. Kisgyerek korában azért még Tom sem igazán tudta, milyen irányba szeretne elindulni, azonban édesanyja látta, hogy van benne előadói készség, szeret táncolni, ezért elvitte egy táncsuliba, ahol először hip-hopot, majd balettot tanult. Itt szúrta ki 10 évesen egy tehetségkutató ügynök, aki azt tanácsolta neki, hogy jelentkezzen a Billy Elliot musical változatába. Az első meghallgatásokon azonban még túl kicsinek bizonyult bármelyik szerephez, ráadásul az iskolában is piszkálták a tánc miatt. Erről később így nyilatkozott: egy fiú iskolába jártam, ahol rögbiztünk, szóval nem a balett volt a legmenőbb dolog, de azt hiszem, ettől csak erősebb lettem. Szerettem balettozni, 2 évig edzettem. Fél évenként jelentkeztem a Billy Elliotra, mindig egy kicsit nagyobb voltam, és végül megkaptam a szerepet. Tom Holland mindössze 12 évesen, 2008. június 28-án debütált a londoni West End-en futó Billy Elliot musicalben, azonban először nem a címszereplőt játszotta, hanem annak legjobb barátját, Michaelt. Pár hónappal később viszont már őt láthatta a közönség Billy szerepében, és 21 hónapon keresztül, 2010 májusáig ő volt Lee Hall és Elton John zenés táncos színpadi showjának egyik sztárja. A fiatal táncos színészt a kritikák rendre dicsérték, kiemelve akrobatikus képességeit, különösen hátraszaltóját. A korai interjúkban pedig már megmutatkozott magával ragadó természete és humora is, amikor egy újságíró megkérdezte tőle édesanyjától vagy édesapjától örökölte tehetségét, a fiatal Tom így felelt: láttam mindkettőjüket táncolni, és azt kell mondanom, hogy valakivel összekevertek a kórházban. Miután 14 évesen búcsút mondott a musicalnek, Tom Holland készen állt arra, hogy visszatérjen az iskolába. Azonban Juan Antonio Bayona rendező látott egy vele készült interjút az interneten, és ennek hatására szerepet ajánlott neki a készülő filmjében. Az indiai óceáni szökőáról szóló A lehetetlent 2012-ben mutatták be, Holland pedig Ewan McGregor és Naomi Watts karaktereinek a fiát, Lucas-t játszotta, és több díjat is bezsebelt első alakításáért. McGregor a forgatások után azt mondta, hogy csodálatos volt a kamerák előtt korábban soha nem dolgozó Hollandet figyelni, amint beletanul a filmszínész mesterségbe, és fiatal kollégája jó úton halad a felé, hogy brilliáns színész legyen. A lehetetlennek köszönhetően megnyíltak számára az ajtók az angol filmes berkekben. Saoirse Ronan oldalán szerepelt a Majd újra lesz nyár című 2013-as dramediben, és ugyanebben az évben ő adta a hangját Tom Hardy karaktere fiának a kritikusok által agyon dicsért Lockban. Később pedig játszott a Farkasbőrben című BBC-s történelmi minisorozatban is. Ezek a szerepek ugyan még nem hozták meg az igazi nagy áttörést, de a kritikusok és a filmvilág már felfigyelt a tehetséges angol fiúra. Az Oscar-díjas Ron Howard rendező szerepet osztott neki a Tenger szívében című Moby Dick parafrázisban, mely ugyan elhasalt a pénztáraknál, ám a forgatásokon Tom Holland együtt dolgozhatott egy szuperhőssel. A film főszereplője ugyanis az a Chris Hemsworth volt, aki akkor már többször is eljátszotta a Marvel moziverzum Asgardi bosszúállóját, Thort. És az ekkor még mindig mindössze 19 éves Holland ugyanebben az évben megkapta élete szerepét.
2015-ben a Disney megállapodott a Sonyval arról, hogy Pókember csatlakozhat a kasszasikert kasszasikerre halmozó Marvel moziverzumhoz, a szerepre pedig új színészt kerestek. A választás Tom Hollandre esett, aki a korábbi filmjeiben nyújtott alakításával győzte meg a producereket, valamint azzal, hogy az egyik szereplő válogatáson bemutatta híres hátraszaltóját, és Robert Downey Jr.-ral is hamar megtalálta a közös hangot. A Tony Starkot alakító színész a közös olvasópróbájuk előtt félrehívta Hollandet, és elmondta neki, hogy emlékszik, mennyire izgult ő is a Vasember előtti meghallgatásán, ezzel próbálva bátorítani fiatal kollégáját. A hónapokig tartó meghallgatásokra Holland elég stresszes időszakként emlékszik vissza Downey Jr. bátorító szavai ellenére is, hiszen folyamatosan ingázott otthona, London és a Marvel atlantai stúdiója között. A várakozás megőrített. Miután beküldtem az első videókat magamról, felhívtak és azt mondták, hogy következő nap értesítenek. Aztán 6 meghallgatással később még mindig semmi. Az utolsó meghallgatáson azt mondták, hogy Atlantában kell maradnom, mert másnapra lesz meg az eredmény. Ám a stúdió nem kereste a színészt a következő napokban, ezért ő csalódottan visszarepült Londonba, és 5 héten keresztül hiába csekkolta 20 percenként a telefonján az üzeneteket. Egyszer azonban kutyájával az ágyban fekve, az Instagramot görgetve meglátta a hírt, miszerint megtalálták az új Pókembert, és nem sokkal később Kevin Feige producer is felhívta, hogy elújságolja neki, megkapta a szerepet. Erre Holland csak annyit felelt a Marvel Studio vezetőjének, hogy 19 éves és fent van Instagramon, szóval természetesen tudja már. Holland először a 2016-os Amerika kapitány polgárháborúban tűnt fel pókemberként a vásznakon, de itt még viszonylag marginális szerepe volt a bosszúállók árnyékában, és mindössze 1-2 hét alatt letudta a forgatásokat. A bemutatóig azonban fogalma sem volt arról, miről fog szólni a film, amiben játszott. Hónapokkal a premier előtt arról beszélt, hogy felajánlották neki, olvass el a teljes szkriptet, ám ő ezt visszautasította attól tartva, hogy az interjúkban elspoilerezni a filmet, mivel túl nagy a szája és nem tud titkot tartani. Ez később be is igazolódott. Az igazán nagy megmérettetés az egy évvel később bemutatott első MCU-s Pókember filmben jött el a színész számára. Itt mintegy mentorként feltűnt mellette Tony Stark, azaz Vasember is, és mint később kiderült, ez egyfajta stafétabot átadás is volt a moziverzumon belül, hiszen Robert Downey Jr. nem sokkal később búcsúzott a szerepétől, Holland karaktere pedig a franchise egyik központi figurája lett. A 2017-es Pókember hazatérésben Peter Parker nem egy világot megmentő szuperhős volt, mint azt a korábbi filmekben láttuk más színészek alakításában. Az ő hálószövője egy hétköznapi gondokkal küzdő, sokszor esetlen és bátortalan brooklyni tínédzser, akit még a gimis osztálytársai is cikiznek, ám ikonikus piros-kék pókhálós ruháját magára öltve már érezni lehet, hogy többre hivatott. Ezt a kettősséget remekül jelenítette meg Tom Holland, aki rögbis osztálytársainak köszönhetően korábban magánéletében is megtapasztalta, milyen az, amikor kiközösítik az embert, balett-táncos múltjával pedig nem okoztak gondot számára a bonyolult mozgáskoordinációt igénylő kaszkadőr mutatványok sem. A szerephez való hozzáállásáról a bemutató után azt mondta, azt a cél tűzte ki maga elé, hogy ő legyen generációja Marty McFly-ja. Azt gondolom, hogy Michael J. Fox rengeteg pozitív energiával, élettel és lélekkel töltötte meg azt a karaktert, és a Pókemberben ezt akartam megjeleníteni én is, mondta. A hazatérés a pénztáraknál is jól teljesített, az év legsikeresebb képregényfilmje lett, és ezt követően Tom Holland szerepelt az Infinity Saga két legnagyobb filmjében, a Bosszúállók végtele háborúban és a Végjátékban is. A fiatal színész pedig hamar a Marvel rajongók egyik kedvence lett vicces interjúinak is köszönhetően, melyek során rendre elspoilerezte a filmeket, amikben szerepelt. Tom Holland nagy szája először akkor okozott kisebb gondot a Marvelnek, amikor a színész a hazatérés sajtókörútján elkotyogta azt a hivatalosan, akkor még nem bejelentett információt, hogy a film valójában egy trilógia első felvonása. Később azonban okosan használták fel Hollandnek ezt a tulajdonságát is, amikor az utolsó Bosszúállók film plakátját a színész véletlenül leleplezte egy Instagram élőzés során. A Végjáték után pár hónappal pedig érkezett a Pókember trilógia második darabja, az Idegenben, melyben Peter Parker mentora a Tony Stark elvesztése miatt kesereg, és új apa figurát keresgél. Ha a filmben nem is találta meg ezt Mysterio személyében, a karaktert játszó Jake Gyllenhaal-lal a forgatások alatt Tom Holland nagyon jól összehaverkodott, és igazi bromance alakult ki köztük. A film után pedig a való életben is komoly feladatokat oldott meg Holland. A Sony és a Marvel ugyanis összebalhézott a Pókemberrel kapcsolatban, és egy ideig úgy tűnt, hogy véget érhet Peter Parker pályafutása a moziverzumban. A békítési folyamatból a színész is alaposan kivette a részét, megkeresztette
Megkereste mindkét stúdió vezetőjét, hogy nyomást gyakoroljon rájuk, és elmondása szerint ezek voltak élete legstresszesebb hetei. Végül aztán sikerült tető alá hozni az új megállapodást, és várhatóan idén december 17-én kerül mozikba a Pókember nincs hazaút, mellyel kapcsolatban eddig sikerült lakatot tenni a színész szájára, és nem spoilerezett el még semmit belőle. Holland azért nem csak a képregényfilmekben ugrándozott az elmúlt években. 2016-ban mutatták be a Z, az elveszett várost, melyben Charlie Hunnam és Robert Pattinson oldalán volt látható, Pattinsonnal pedig újra együtt dolgozott a tavaly a Netflixen debütáló Mindig az ördöggel című baljós hangulatú drámában, mely az első MCU-n kívüli főszerepe volt, annak ellenére, hogy a film 46. percéig meg sem jelent benne. Holland ezek mellett több filmhez is kölcsönözte hangját, például az egykori mentora Robert Downey Jr. főszereplésével készült Doolittle remake kutyájának, Jeepnek, és ő volt a félszeg ilyen hangja a Pixar tavalyi animációs filmjében, az Előrében, valamint az idén nyáron érkező Luca címszereplőjét is ő fogja megszólaltatni. A Polgárháború és az utolsó két bosszúállók filmrendezői, Anthony és Joe Russo pedig ráosztották idei filmjük, a Cherry, az elveszett ártatlanság főszerepét is, melyben Holland egy posztraumás stressz-szindrómától szenvedő háborús veteránt alakított, jövőre pedig az Uncharted videójáték adaptáció főszerepében láthatjuk majd a színészt Mark Wahlberg oldalán. Holland egyszer úgy nyilatkozott a jövővel kapcsolatban, hogy rövid távon szeretné jól érezni magát, 15 éven belül szeretne Oscar-díjat nyerni, 20 éven belül pedig rendezőként is kipróbálná magát. A harmadik Pókember film után azonban azt tervezi, hogy tart egy kis szünetet. Hazamegyek és kicsit élvezem az életet, nyilatkozta, majd így folytatta. Amióta leszerződtem Pókember szerepére, ez az első alkalom, hogy nem köt semmilyen szerződés. Talán elmegyek síelni, nem tudom. Hazamegyek és meglátom, merre sodor a szél. Ez lenne hát a negyed évszázados Tom Holland eddigi karrierjének rövid összefoglalója. Ti milyen szerepben tudnátok még elképzelni a dolgos színészt? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok a Robert Pattinsonról készült portré videónkat, no meg iratkozzatok fel ránk. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!